A Jobbik kérdés a legnehezebb kérdés. Én mindig azt szoktam mondani, mi Szabó Dezső mondott, hogy magyar ember ne bántson magyar embert, de azt gondolom, hogy ezt a Jobbiknak is akceptálni kellene. Ha megnézitek a Jobbik bármelyik honlapját, az még véletlenül se Bajnai Gordonnal foglalkozik például, hanem alapvetően Orbán Viktor gyalázza, vagy minket. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ugye, a szocialista körökben is úgy gondolkodtak, hogy ha nem lehet tőlünk középről elvenni szavazatokat, akkor megpróbálják majd a jobb szélről. Na most ők ezzel törököt fogtak valójában, mert meg kell nézni például mondjuk Ózd, vagy a Borsodi rész, vagy a Szabolcsi részeken, Észak-Nógrádi részeken, ahol ugye a cigánysággal kapcsolatos problémák erősek. Ott stabil szocialista szavazó tömbök szavaztak a Jobbikra. Megjegyzem, ez sem új a nap alatt. Ha kicsit ismernék a európai politika történetet, akkor láthatnák, hogy például mondjuk Franciaországban, például Marseille-be a Le Pen és a kommunisták ilyen közlekedő edőny szerűen mozognak. Itt ez számunkra a politikai lehetőséget, ugye ezt ellenünk hozták létre, de az is látható, hogy a politikai lehetőséget azért azt jelenti, hogy a mostani választási rendszer mellett ugye a második fordulóba bejut az első három jelölt. Na most, korábban 20 éven keresztül az volt a probléma, hogy bejutott a jobboldali jelölt, a szocialista és a liberális. A szocialista és a liberális rögtön összeállt ellenünk falangzba. Most viszont megvan az a lehetőség, hogy az MSZP és a Jobbik, noha Orbán ellenes vonalat visz, de nem tudnak összeállni. Ebből kifolyólag relatív többséggel lényegében az összes egyéni körzetet megnyerhetjük. Itt csak az a fontos, hogy nem szabad fölülni a saját táborunknak, azoknak a szirén hangoknak, ami jobbról támadja a Fidesz-KDNP szövetséget. Egy utolsó mondatot, mert nézzétek, én is tudnék nagyokat mondani. Kövér Laci is tudna. Olyan szellemes mondásokat hagyna. Csak az a helyzet, hogy nekünk egy 3 millió szavazós bázis kell egybe tartanunk. És nekünk nem retorikát kell mondanunk, hanem holnaptól neki kell állnunk kivezetni az országot. És ezért nekünk Brüsszeltől Moszkváig nagyon, hogy mondjam, jeges aggyal kell végig gondolnunk, hogy egy ilyen lenullázott országot hogy lehet kivezetni. Tehát nekünk nem retorikát kell csinálni, hanem a romokból felépíteni ezt a szegény országot.